Hedeb Ébrahim Gyöngyös Csurgói KK két motivált csapat nagy küzdelmet hozó mérkőzésén 26-27. Először a vendég csapat vezetőedzőjéhez, Elem Toszkicshoz fordulnék. Köszönöm a segítséget a tolmácsolásban Darko Pavlovicsnak. Elem, hogy nézett ki a mérkőzés belülről, hiszen te nem csak vezetőedzőként, hanem játékosként is voltál nevezve a mérkőzésre. Hogy élted meg ezt a meccset? Kaže kako bi ja osjećao današnju utakmicu, pošto si danas i kao trener i kao igrač imao funkciju, kako vidiš utakmicu? Pa, pre svega bih čestitao ekipi Gyöngyösa na fair i korektnoj igri. Ali se viš, Gyöngyös i gratulio na fair i korektnoj igri. Znali smo da je Gyöngyös jako dobra ekipa. Tu kao je ovo Gyöngyös i moj otopat. Zadnji rezultati, ne može se to gledati tako, nismo mogli da se baziramo na to. Főleg az utolsó eredmények, ami mind a két oldalon volt, nem úgy lehet nézni rá. És a gyöngyösi csapat biztos benne, hogy mutatni fogja a továbbiakban, hogy egy minőségi is jó csapat. Što se tiče samih nas, mi smo bili u jednoj crnoj rupi. Mi csapatok illetően egy nagyon mély pontban voltunk. Jednostavno posle te utakmice sa Vespremom nismo mogli sebe da prepoznamo. Iš Filip, Vespremi meč utan nam lehet ismerni a mi čapatunkra. I ova nam je pobjeda dobro došla. Iš za győzelem nagyon jövőt neki, hogy látjuk ezt a kiút abban a mély gödörbe. Znali smo, nas čeka jako teška utakmica. Tudtuk nagyon jó, hogy nagyon nehéz meccs lesz. Dobro smo se spremili. Jó felkészültünk erre. Tokon cele utakmice smo diktirali tempo. Végig diktáltuk a tempot. Imali smo tu crnu rupu od prvih 5 minuta, od druga polovremena. Volt egy mély pontunk másik belső 5-10 percbe. I sve u svemu, kad se pogleda, mislim da smo došli na dobro. És ha mindent megnézünk, úgy gondolja, hogy megérdemeltünk, győztünk. Još jednom hvala ekipi és még egyszer megköszönöm Gyöngyösnek, és sok szerencsét kívánja neki. Köszönöm szépen. A vendégcsapat kapusához, Pallag Péterhez fordulok. Peti, te is hozzátettél sok mindent a védéseiddel ez a győzelemhez. Hogy nézett ki ez a mérkőzés a kapuból a ti oldalatokról nézve? Köszönöm szépen először is, üdvözlök mindenkit. Tudtuk, hogy ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, hiszen két mondhatni nagyon rossz formában lévő csapat találkozott egymással. Biztos volt vele, hogy egy-két gólos mérkőzés lesz, hiszen inkább a harciasság dominált végig a pályán. Azt gondolom, hogy az első fél idő szinte tökéletes volt a mi részünkről, volt egy nagyobb előnyünk. Második fél időt azt viszont nagyon rosszul kezdtük, vissza is jött a Gyöngyös egy-két gólra. De talán az volt a szerencsénk, hogy nem engedtük talán arra az egy gólra őket, és így meg tudtuk nyerni a mérkőzést a végén. Ami nagyon fontos a mi életünkben, hiszen nagyon rossz szériában voltunk. Ezen az úton kell tovább menni, ugyanígy edzeni tovább, hinni a munkába, el kell hinni, hogy jó az, amit csinálunk, és akkor jönni fognak az eredmények. Köszönöm szépen, a hazai csapat vezetőedzőjéhez, Konkoly Csabához fordulok. Csaba más arcát mutatta a csapat, mint az elmúlt mérkőzéseken, de valami mégis hiányzott, valami mégsem jött ki úgy, ahogy azt szerettük volna és hogy terveztük. Hogy látod a mérkőzést a Fisfatról? Köszöntök én is mindenkit, és hát először is gratulálok a Csurgónak, mert egy óriási csatába végigvezetve ugyan, de nyerte ezt a mérkőzést, és hát ezt úgy mondom, hogy mi az első fél évben nagyon bizonytalanul kezdtük meg a meccset, mint támadásban, mint védekezésben, és hát ez rányomta a bélyegét sajnos. Itt csak a technikai hibákat számoltam össze, 8-at követtünk el az első fél időben, amivel egy ilyen nívójú ellenfél ellen nem lehetünk, meg nem lehetünk eredményesek. Olyan mértékű előnyt adtunk a Csurgónak, amit aztán ugyan az öltözőbe, és ez mind a fiúknak, a srácoknak az akaratát dicséri, hogy megbeszéltünk, és a második fél időre úgy jöttünk ki, hogy mindent egy lapra feltéve, és hát ez jöttek is a lapok, én azt gondolom, nem is egy volt, több olyan lehetőségünk volt, amikor közelíthettünk a Csurgóhoz, akár egy gólos, akár a két gólos hátrányba, akkor még mindig bele bizonytalanodtunk, egy kicsit úgy érzem, mintha félnénk a saját magunk tudásától, és valóban egy rossz széria van rajtunk, meg rossz szériában vagyunk, de mindig azt kell, hogy mondjam utólag, hogy már látható egy picit a fény az alagút végén. Nagyon
hiszünk abban, és most ezt is beszéltük meg az öltözőben a végén, hogy csapatként ugyanúgy kell tovább dolgoznunk, és ahogy itt már elhangzott, hogy hinnünk kell abba az elvégzett munkába, amit csinálunk, és ebben a srácok partnerok. Én azt gondolom, hogy valóban most már ki kell keverednünk ebből a rossz szériából, és hát sajnos a végén kifutottunk az időből, mindent megpróbáltunk ott is, volt talán mérkőzés labdánk is, kettő, amiből aztán nem jöttünk ki jól, és hát győzött a Csurgó valóban, akik jobbak voltak ma, úgyhogy el kell ismernünk ezt is. Köszönöm szépen, a hazai csapat irányítója az Ubornyák Dávidhoz fordulnék. Dávid, a Csaba által említett alagút szerinted mennyire hosszú? Hogy éltétek meg ezt a mérkőzést, és mennyire látjátok a fényt az alagút végén? Üdvözlök én is mindenkit, gratulálok én is a Csurgónak, nagyon jó meccset játszottunk pedig. Ez az alagút, remélem, hogy most már a végéhez ér, és már látjuk a fényt. Ez a meccs, ez jó volt arra. Igazából az elején rosszul kezdtük, hogy mondta Csaba is, a technikai hibákból adódóan tudott vezetni a Csurgó az első fél időben, nagyobb különbséggel, de meg tudtunk nyugodni, úgy gondolom, a fél időben, és egy jó támadó játékkal és egy kemény védekezéssel párosulva vissza tudtunk jönni ebbe a meccsbe. Sajnos nem tudtunk kényelíteni, mindig a legrosszabbkor hibáztunk szerintem, ami nagyon fontos lett volna ezen a meccsen, hogy akkor hozzunk jó döntést. Ez sajnos így rá is ment a meccsre, és így a Csurgó egy góllal, de jobbnak bizonyult nálunk mai napon. Tehát látszik a fény az alagút végén. Igen. Köszönöm szépen mindkét csapatnak, gratulálunk, és sok sikert a folytatásban. Köszönöm szépen.